Ismét oktatásnak adott helyet a Gyümölcskutatóintézet. Ma a gyümölcsfák oltását tanulhatták meg a kiskert tulajdonosok és a nagyobb ültetvényeken gazdálkodók. Azonnal mutatjuk mindezt képekben, előtte azonban jöjjön a többi hírünk egy-egy mondatban. Országos tollaslabda verseny kezdődött Cegléden, mintegy 400 diák mutatja meg tudását. Egyre többen hazaviszik hozzátartozóik hamvait, így spórolva meg a temetés költségeit. És hétvégén májusi időjárás lesz, a téli gumit most már valóban le kell cserélni az autókon. Jó estét kívánok! Önök a Városi Televízió pénteki híradóját látják. A gyümölcsfák szakszerű oltását tanulhatták meg ma mindazok, akik részt vettek a Gyümölcskutatóintézet által szervezett tanfolyamon. Az ország minden részéről érkeztek fiatalok és idősebbek, hogy elsajátítsák a technikát, és átfogó ismereteket kapjanak, milyen újfajta eszközök léteznek például a kötözéshez. A tanfolyam résztvevői a saját maguk által készített oltványt haza is vihették. A Ceglédi Gyümölcskutatóintézet rendszeresen tart egynapos tanfolyamokat nagy sikerrel. Legutóbb a metszésről kaphattak hasznos ismereteket a kiskert tulajdonosok és a nagyobb ültetvényeket gondozók, most pedig a gyümölcsfák szakszerű oltását sajátíthatták el. Úgy látjuk, hogy ezek a régi szakmai fogások, amik még a nagyapáinknak természetesek voltak, azok tulajdonképpen teljesen kikoptak a gyakorlatból, és lassan el fogunk oda jutni, hogy már nincs is, aki megtanítsa. Úgyhogy ezt most még így utolsó mohikánként megpróbáljuk fölvállalni, és megpróbáljuk megtanítani. Örömmel látom, hogy nem csak idősebb, hanem fiatalabbak is érdeklődnek ezután, és akik eljönnek erre a tanfolyamra, akik belefértek a keretbe, azok nagyon lelkesek. A gyümölcsfa oltása abból áll, hogy az alanyon és a nemesen vágást ejtünk. És akkor így vágom el. Ezeket összeillesztjük, kötözővel légmentesen erősen lezárjuk, majd ezek összeforrnak. Két teljesen külön növény forr össze úgy, hogy később egyetlen növényt alkot, ami életképesebb, vagy remélhetően több, szebb termést hoz majd így. A kézben oltást a tanfolyam résztvevői ma délelőtt a Gyümölcskutatóintézet termében sajátíthatták el. Dr. Nádosi Ferenc mindent megmutatott, és minden kérdésre válaszolt, például a meclapvágással és az átvágással kapcsolatban is. Van egy úgynevezett téli kézben oltás angol nyelves párosítással, ez a teljes neve, amit gyakran használnak gyümölcsfák oltásánál, ezt meg tudjuk mutatni, és meg tudunk mutatni egy olyan oltási módot is, hogyha valaki úgy dönt, hogy a kiskertjében egy gyümölcsfának a termésével nincs megelégedve, viszont lát a szomszédnál egyet, aminek meg nagyon szép termése van, akkor meg tudjuk azt mutatni nekik, hogy hogyan kell ezt átoltani, ezt a gyümölcsfát, aminek nincs megelégedve a termésével. Ennek is van egy technikája. A gyümölcsfák oltásához most van a legjobb idő, akkor a tavasz a legideálisabb, amíg a rügyek nem pattannak meg. Dr. Nádosi Ferenc az oltáshoz szükséges korszerű eszközöket is bemutatta, mint például a viaszt. Ennek alacsonyabb az óvadás pontja, tehát hamarabb meg tudjuk itt realizálni majd nekünk, ami szükséges. A gyümölcsfák oltásának technikája nem változott az elmúlt évtizedekben, de a folyamathoz szükséges eszközök korszerűbbek. Az összeforradásnak a létrejötte, az továbbra is ugyanaz. Nyilván vannak technológiák, illetve vannak eszközök, illetve vannak anyagok, amik az idő során tökéletesedtek. Régebben például a kötözéshez rafiát használtak, ami egy nagyon jó anyag volt, de azért most már vannak műanyagok, amikkel sokkal jobban le tudjuk zárni a sebet. Vannak hidegen kelhető viaszok, amik nagyon fontosak kint a szabad földön. Ezeket lehet készen kapni most már gazdaboltokban. Tehát van egy-két anyag, ami javult. A mai tanfolyamon résztvevőknek délután az intézet alma ültetvényén folytatódott az oktatás. A diákok a vizsgamunkájukat, az oltványt haza is vihették elültetni. A Gyümölcskutatóintézet legközelebb majd augusztusban szervez oktatást, akkor a szemzés, a tömegszaporítás lesz fókuszban. Háromnapos országos tollaslabda versenynek ad otthont Cegléd. A Diákolimpia végső küzdelmei ma kezdődtek a Mizsei úti tollascsarnokban. A mintegy 400 versenyző most nem az egyesületeiket, hanem iskoláikat képviseli.
Ma az A-kategóriás versenynappal indult el a Mizsei úti tollascsarnokban, a Magyar Tollaslabda Szövetség rendezésében a Diák Olimpia országos döntője. Majd 400 ifjú sportoló érkezett Ceglédre, természetesen kísérőikkel, hogy városunkban töltsenek pár napot és megmérettessék magukat. Természetesen ceglédiek is pályára léptek. Közülük két fiatalembert még a bemelegítés alatt kérdeztünk arról, miért is választották ezt a sportágat. Egyszer voltunk az iskolámmal, még azt hiszem harmadikban itt egy bemutató tollaslabda edzésen, és nagyon megtetszett, és azóta tollasozom, már 4 éve tollasozom, és nagyon szeretem ezt a sportágat, és bejön. Még 3 évvel ezelőtt U11-ben országos második helyezést értem el, tavaly U15-ben 4. helyezést értem el országos bajnokságon. Szeptemberben lesz 7 éve, hogy elkezdtem tollaslabdázni. Az osztályjal kezdtem el, amikor busszal hoztak még ki minket, még alsós koromban, és akkor hát itt megragadtam előtte több sportot, és kipróbáltam, pingpongoztam, úsztam, fociztam, de eddig se volt annyira olyan, hogy megfogott volna. A tollas volt, ami engem leköt, hogy kell benne gondolkodni, és sokat kell mozogni, számít ügyesség, és nagyon szerettem az ilyen labdás játékokat, mai napig szeretek kosarazni, dobálni a Balatonban a labdát, és hát ezt mindenhol lehet játszani, és nagyon jó lehetőség adódott, hogy én itt Cegléden ki tudom próbálni ezt a nagyon szép sportot. Országos döntőn vesznek tehát ők is részt, vagyis most az ország legjobb fiatal sportolói mérettetnek meg Cegléden. Itt igazából majdnem minden korcsoportban, azt gondolom, hogy egy-két játékos kivételével mindenki a top itt van az A-kategóriában és versenyzik. Ugye ez az egyetlen verseny, ahol igazából nem az egyesületüket képviselik, hanem az iskolájukat, úgyhogy ez különösebben fontos ebből a szempontból is, hogy végre a saját osztálytársaik, saját iskolatársaik előtt tudnak játszani, és igaz, úgy sok esetben az edzők segítik a munkájukat, hiszen általában az A-kategóriában főleg ugye ők egyesületben játszanak már. De mégis fontos az iskolájuk hírnevének öregbítése, mondta Jó Melinda. A kiemelkedően nagy nevezési szám talán azt is mutatja, beépült már a diákok életébe, a diáksport életbe a tollaslabda. Nagyon szeretnénk azt gondolni, hogy igen, egyre jobban. Igazából ez számunkra onnan látszik, hogy van egy ilyen iskolai programunk, Shuttle Time program névén, amikor ugye a testnevelőket keressük meg, és ez egy ingyenes képzés, 1 vagy 2 napos képzés, attól függ, hogy éppen milyen területen vagyunk, de rengeteg testnevelő jelentkezik, igazából úgy, hogy sajnos nem akkreditált képzés, tehát a saját szabadidejükben jönnek azért, hogy megtanulják ezt a sportot. Azt gondolom, hogy a testnevelők is úgy gondolják, hogy gyerekek számára nagyon könnyű a belépési szint, nagyon hamar élvezhető sportág, és igazából egy viszonylag kisebb tornateremben is egyszerre több gyereket tudnak foglalkoztatni. Még akár kint a szabadban is, ugye most jön ez az air badminton, hogyha szélcsendes idő van, akkor igazából ez az újfajta labda egy kicsit segítséget nyújt erre a kinti sportolásra. Ám most nem ilyen labdával játszottak, a mai napon ugyanis valódi tollabdával játszottak. Ez azért ritkaság, mert ez a labda nagyon drága. Most azonban ezzel játszhattak és hozhatták legjobb formájukat a fiatalok. Jövő héten áramszünet lesz a tüdőgondozó épületében, ezért módosul a rendelési idő. Hétfőn, kedden és szerdán délután 3 órától este 7 óráig fogadják a betegeket, áll a Toldy Ferenc kórház közleményében. Az MVMD MÁSZ tájékoztatása szerint hálózati munkákat végeznek jövő héten, ami áramszünettel jár, és amely érinti a tüdőgondozót is a Pesti út 18 szám alatt. Erről ír a Toldy Ferenc Kórház Facebook oldalán. Április 8-án, hétfőn, illetve 9-én és 10-én reggel 7 óra 30 és délután 3:30 között nem lesz áram, ezért módosul a rendelési idő. Ezen a 3 napon délután 3 és este 7 óra között fogadják az előjegyzett betegeket, a sürgős eseteket, valamint a munkaalkalmassági vizsgálatra érkezőket. Kérik, hogy akik tüdőszűrésre jelentkeznének, csütörtöktől keressék fel a tüdőgondozót. Egyre többen vannak, akik hazaviszik elhunyt szerettük hanvait, mert nem tudják a temetés költségeit kifizetni. A Covid óta nőtt meg jelentősen a számuk, és évről évre rosszabb a helyzet. A temetkezési szakma nehéz helyzetbe került, pedig az árakat nem is emelik infláció fölé, sőt, vannak, akik még mindig a tavalyi árakon szolgáltatnak. A végtisztességet megadni, utolsó útjára kísérni egy elhunytat évszázadok óta fontos rituálé. Ám Magyarországon egyre több hozzátartozó dönt úgy, nem tartanak temetést, hanem hazaviszik a hanvakat. A helyzet szinte hónapról hónapra aggasztóbb egy most megjelent statisztika szerint. Magyarországon évente 135 ezer ember hal meg, és több mint 25 ezerre tehető azon elhunytak száma, akiknek hanvait a család hazaviszi.
Ez a tendencia valóban igaz, erősítette meg egy általunk kérdezett ceglédi szolgáltató. Sajnálatosan mi is ezt tapasztaljuk, hogy sokan egyre többen hazaviszik, tehát ezt úgy kell képzelni, hogy idáig mondjuk a hamvasztásos elhunytak esetében mondjuk volt 15-20%, aki hazavitte, most már ez 30% körüli a Covid óta. Tehát a Covid óta lett ez nagyon elszaporodva, hogy hazaviszik. Felmerül a kérdés, mi történik a hamvakkal? Van-e valamiféle szabályozás arra, hogyan és hol kell tárolni? Mi lesz a sorsa, ezt sajnos nem tudjuk. Tehát papíron azt vállalja a család, hogy otthon tárolja. Jelenleg senki nem ellenőrzi ezt, hogy most valóban otthon tárolja, de mi egyre többször tapasztaljuk azt, hogy kihozzák a temetőbe, és a család maga helyezi el a hamvakat. Olcsóbbá teszi így a temetés, ez valóban így van. Jelenleg ezt nem lehet meggátolni. A hozzátartozók természetesen leginkább anyagi okok miatt döntenek úgy, hogy nem tartanak temetést, mert nem tudják vállalni a költségeket. Egy koporsós temetés átlagosan 430-450 ezer forint között van, egy hamvasztásos pedig körülbelül 300 ezerbe kerül. Az ár természetesen ennek a többszöröse is lehet akár az egyéni igényektől függően. A temetkezési szakma egyre nehezebb helyzetbe kerül, pedig a szolgáltatások árait maximum az infláció mértékéig emelik évről évre, de jó pár olyan cég van, amely nem emel árat, annak ellenére, hogy a kiadásaik nőnek, legyen szó az energiáról, a bérekről vagy a szállításról. A szolgáltatók azt szeretnék, ha az emberek a temetés mellett döntenének, mert ez az elengedést, a gyász folyamatot is segíti. Ceglédi civil szervezeteket, sportközösségeket, alapítványokat és egyházi felekezeteket is támogathatunk, adunk 1+1%-ával. A lista, hogy kiknek ajánlhatjuk fel személyi jövedelem adónk egy kis hányadát, fent van a városi honlapon. A támogatásról május 21-ig lehet dönteni. Sokan megkapták már a tavalyi év személyi jövedelemadó bevallás tervezetüket, a dokumentummal együtt pedig az 1+1%-ról szóló nyilatkozatot is. Az 1%-ok nagyon sokat jelentenek a civil szervezetek, alapítványok, sportszervezetek számára, hiszen olyan célokat tudnak megvalósítani a segítségükkel, amikre egyébként nem lenne lehetőségük. A város honlapján fent van a lista, mely szervezetek, egyházi felekezetek közül választhatunk, ha azt szeretnénk, hogy Cegléden maradjon a pénz, és ceglédi közösségeknek adjunk támogatást. A nyilatkozatot május 21-ig kell elküldeni online vagy postai úton. A támogatható szervezetek között ott van a Töredékvilág Alapítvány is, amely autizmussal élő ceglédi és Cegléd környéki gyerekeknek, felnőtteknek szervez programokat évente több alkalommal. Ebben pedig hatalmas segítség az adó 1%. A szokásos programjainkon kívül, ami farsangi klub délutánok, karácsonyi klub délután, családi nap, tökfaragó buli, kirándulások, és hát ezek nem csak a buliról szólnak, a kikapcsolódásról, hanem ez az autizmussal élő gyermekeknek ez egy tanulás is. A közlekedésben, hogy kell viselkedni idegen helyen, nagyon-nagyon sokat számít ez. Fejlesztő eszközökre fordítottuk a másik részét ezeknek a felajánlásoknak. Most már nem csak az autista iskolának, hanem az autista óvodának is. Az elmúlt évben így közel 1 millió forintot tudtunk fejlesztő eszközökre fordítani. Április 2-án volt az Autizmus Világnapja. Ezen a napon kék színbe öltöznek az emberek, ezzel is kifejezve az autizmussal élő emberek iránti szeretetet, empátiát, elfogadást és támogatást. Cegléden minden évben sétát szervez a Töredékvilág Alapítvány. Az idei programra vasárnap kerül sor. Cegléden a Gubodi Parknál lesz ismételten az elmúlt évhez, évben is ugye így történt, ott lesz a gyülekező, majd a Rákóczi úton végig befelé a Kossuth tér érintésével az új tavaly megnyílt autista óvoda lesz a végállomás, tehát addig fog tartani a sétánk. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit, ismerkedjenek meg velünk, tehát április 7-én vasárnap délután 17 órakor kezdődő sétánkra. A sétára most is kék színű lufikkal készülnek, ezekkel mennek majd végig a városon a résztvevők.
Most már valóban érdemes lecseréltetni a téli gumit nyárira az autókon, a hétvégére nyári meleget jósolnak. Sokan vannak, akik az utolsó pillanatra hagyták a cserét, a gumiszervizekben már alig van szabad hely. Ha tartósan 7 fok fölé melegszik az idő, mindenképpen érdemes lecseréltetni a téli gumit nyárira. Ez most már valóban időszerű, hétvégétől ugyanis nyári meleg lesz. Szombaton és vasárnap is 25 foknál magasabb hőmérséklet lesz, és a meteorológusok szerint nem térnek vissza az éjszakai fagyok sem. A téli gumit azért kell nyári abroncsra cserélni, mert a melegebb időben a nyári gumi jobban tapad, és biztonságosabb nagy ellenállás esetén, illetve nagyobb sebességnél. Akik az utolsó pillanatokra hagyták a cserét, nincsenek könnyű helyzetben. A gumiszervizek, illetve szerelők már hetek óta be vannak táblázva. Nem, vagy csak kivételes esetben tudnak szabad időpontot adni. Egyébként nem csak a biztonságos közlekedés, a gumiabroncsok tartósága szempontjából is érdemes lecseréltetni a téli gumit időben, hiszen ha csak egy garnitúrát használunk, akkor 3-5 év alatt elkopnak, tönkre mennek a gumik. Ezzel a hírrel köszönöm meg mai és egyben egész heti figyelmüket. Adásunkat a háttérrel folytatjuk, melyben dr. Albert András történésszer, református lelkipásztorral hallhatnak beszélgetést legújabb könyve kapcsán. Friss hírekkel pedig legközelebb majd hétfőn este 6 órakor számítok figyelmükre. Tartsanak velünk akkor is, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!